Hello, ismét itt vagyunk Mohácson, a vágói henteseivel, és most egy jó bajor kolbász, fehér kolbász fogunk nektek készíteni, ezt is sütés céljából. A másik kolbász, amit csinálni fogunk, az fehér kolbász, az miről nevezetes? Hogy nincs benne paprika, nyilván, máshogy lesznek benne a fűszerek kisebb mértékben, és teszünk bele olyan dolgokat, amik a paprikásban nincsenek. Tehát a fehér kolbászban fogunk tenni 2 dl a fekete borsot, őröltet, 2 dl a őrölt fehér borsot, abban a vöröshagymát teszünk bele, egy fehér, egy kisebb fehér vöröshagymát, ez a 7,5 kg mennyiséghez, amit jó apró le fogunk turmixolni. Fokhagymát nem teszünk bele, és teszünk bele egy csomag petrezselyem zöldet. Jó, és más zöld fűszert nem? Semmi más nem teszünk bele. Kömény viszont nem? Kömény viszont nem teszünk bele. És ettől lesz ez a bajoros fehér kolbász, és aztán majd finoman megsütjük, aztán megesszük. Azt megkóstoljuk, milyen lesz. Elkészültünk az első fehér kolbásszal. Ez a sütőkolbász, amit már korábban megcsináltunk. Jól látszik, hogy színben mennyire különböznek. Pedig valójában a különbség közöttük csak annyi, hogy nincs benne piros paprika. Nincs benne piros paprika, meg egyéb fűszerezési dolgok is vannak, azt elmondtuk már korábban. Na de, van itt egy nagy titok. A fehér kolbász sem marad mindig fehér kolbász sütés közben. Hogy van ez, Béla? Nem akar bele paprikát, de mégis amikor fölvágja, piros maradjon a hús meg ilyenek, abban a nitrites sót használ, mert a nitrit megőrzi a húsnak a színét. Minden hús sütöd a gázon, az is mikor elkezdett sütni, kifehérszik a hús. Na most a nitrites sótól nem fehérszik ki. Most ebben nyilván a fehér kolbászban sosem teszünk nitrites sót, mert sütés közben ez még minél fehér legyen, így van. Ebben csak kimondva normális sót használunk, semmiféleképpen nitrites sót nem használunk. A kolbászokban, a paprikás kolbász és amik a füstre mennek dolgok, azokban nyugodtan tehetünk. Nem csak a színmegőrzés miatt, hanem a vállalmegőrzés miatt is. Most a kolbász általában már, hogy töltjük le, szoktuk bögdösni. De ugye ezt mi nem bögdöstük, az miért van? Azért nem bögdöstük, mert most kimondottan sütőkolbászt csinálunk mi. Akkor minek bögdössük? Akkor minek bögdössük, illetve hogy láttuk is, hogyha a kis levegő marad benne, azt a kés hátuljára szépen kiütjük belőle. Amikor otthon látjuk, vagy valahol látjuk, hogy bögdösik a kolbászt, illetve a szalámit, az azért történik, hogy mindenképp minden levegő kijön belőle közte, mert akkor füstölik, száraz, száradás van, hogy akkor a levegő benne marad, akkor az ott igen csúnya penész tud elindulni, és megromlik gyakorlatilag az egész kolbász. Világos. És szalámi. Azért jó. Fontos a böködés, amíg füstel mennek mindenki. Jó, a sütőkolbásznál nem, nem kell böködni. Kóstoljuk meg, akkor van egy kis bajor kolbászunk. Jó étvágyat!